Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majd elsőmban ismételt egy eléggé érdekes és nagyon is drámai történettel szeretnénk foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Shironeko Project Zero Chronicle. A Shironeko Project Zero Chronicle műfaj tekintve a fantasy és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször játékformájában jelent meg, és 2014-es indulása óta immáron három különböző játék jelent meg belőle az iOS, az Android, illetve a Nintendo alkalmazásaira, illetve játékkonzoljaira. Ezt követően természetesen megjelent manga formájában is, Colopol, illetve Yuichi Tobiyama révén, akik két különböző széria formájában 3+1 kötetet jelentettek meg 2017 és 2020 között. De legvégezetül 2020 áprilisa és júniusa között megjelent Masato Jimbo író és rendező által a 12 részes animációs sorozat. Történetünk egy mágikus világban veszi kezdetét, melyet két nép, a földön élő feketék és az ég lakói, a fehérek laknak. Azonban ezen népek hosszú évszázadok óta ellenségei egymásnak, köszönhetően a feketék terroruralmának, míg a fehérek abszolút szabad szellemének is, s így a kultúrák ellentéteinek is. Ám a béke időszak s a feketék királyságának bukásának közepén találkozhatunk a fiatal harcossal Yami-val, aki a nomád útja során találkozik mentorával Scarce-szel, aki által később a feketék leendő trónörökösévé válik. Útját számtalan megpróbáltatás, kihívás és árulás is keresztezi, melynek célja nem más lenne, mint a királyság megmentése, valamint a fehér királynő Iris megtalálása is, aki vele együtt kívánja megváltani a halálra ítélt világot. Összességében nekem felemásnak hatott ez a történet, amely egy jó képi és hangvilággal is rendelkezett, valamint számos jó karakterrel is, köztük is Teóval, Grozával, Simával, Valasszal, Adéllel és Fájosszal. Azonban a gyenge történetvezetés, valamint a még gyengébb lezárás nagyjából elvette a történet igazi kibontakozási lehetőségét, avagy igazi legendává válás esélyét. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Shironeko Project Zero Chronicle csupán csak egy 10/5-ös alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!